A menedékkérelmek és a bevándorlással kapcsolatos ügyek miatt egyre nagyobb a teher a bíróságokon. A nyíregyházi törvényszék által közzétett adatok szerint látható a grafikonon, hogy ez idáig közelíti vagy túl is szárnyalja a migrációval kapcsolatos ügyek száma az előző évek gyakorlatát. A nyírbátori járásbíróságon jelentősen nőtt az idegenrendészeti ügyek száma, augusztus 31-ig majdnem eléri a 2600-at. Ők várakoznak, a menekültügyi kérelmük elbírálására várnak, és ehhez kapcsolódik egy őrizet, ezzel kapcsolatban vannak járásbírósági feladatok, az őrizet elrendeléséről, meghosszabbításáról döntenek a kollégák, viszonylag szűk határidő alatt kell gyorsan dolgozni. Azt el szeretném még mondani, hogy 7 járásbírósági kolléga foglalkozik ezzel, a rendes ügyérkezésen felül. Máshol az embercsempészettel összefüggő tárgyalások is megsokasodtak. A bírósági szervezet már tavaly is erőn felül teljesített ezekben az ügyekben, mondják. A szeptember 15-től hatályos menekült törvény pedig felpörgeti az ügymenetet. A törvény többek között lehetővé teszi a tranzitzónák felállítását a határon, továbbá a büntető törvénykönyv módosítását annak érdekében, hogy önálló büntetőjogi tényállás legyen a határzár tiltott átlépése, megrongálása és az építési munka akadályozása. A menekültüggyel kapcsolatos valamennyi ügyintézésre kizárólagos illetékességgel a szegedi törvényszéket jelöli ki ez a jogszabály, viszont értelemszerűen az ottani ügymenet megszaporodást az ottani gárdával nem fogják tudni ellátni. Említettem, hogy áttételesen érint bennünket is ez a jogszabálycsomagmódosítás emberelvonással, tehát nyilvánvalóan azt az ügymenetet fel kell dolgozni, az OBH intézkedése pont a munkaerő átcsoportosításra vonatkozik, konkrétan tőlünk 2 bíró, 5 bírósági titkár és 8 igazságügyi alkalmazott kirendelése fog megtörténni. Nem csak a bíróságokon van erő átcsoportosítás, a déli megyékbe az illegális migrációval összefüggő feladatok kezelésére a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányságról is vezényeltek rendőröket, írja a rendőrség hivatalos közleményében. A rendőri létszám pótlására, a közterületek rendjének és a határ őrizetének biztosítására a megyei rendőrfőkapitányság a szolgálat átszervezésével a polgárőrség és egyéb rendészeti feladatokat ellátó szervek folytat közös együttműködést.